A virtuózok nemzetközi színpadán elindult a verseny. Megismételhetetlen. Teljesen meg vagyok döbbenve. Meglepő. Tehetséges vagyok. És nehéz pillanatok. Nagyon nehéz döntés volt. Öt fiatal komoly zenész már biztosan megküzdhet a fődíjért. Na de kikkel? Ma este kiderül. Újabb 10 versenyző mutatkozik be a nemzetközi zsűri előtt. A két műsorvezető, a lengyel híresség Ida Novakovská, aki bármikor beveti táncos múltját. És a német show műsorok legdivatosabb királya, Thomas Gottschalk, aki nem csak a világsztárok, hanem a gyerekek és a zene nyelvén is ér. Megpróbálok úgy kinézni, mint Justin Bieber. Ez egész jó lett. A komoly zene ma este is okoz könnyed pillanatokat. Gondolkoztál már azon, hogy duettet énekel? És megható perceket. Ez a fiú tele van boldogsággal. Hát jó megrikadtál, Amira. De egy váratlan fordulat is bekövetkezik a stúdióban. Jól érzed magad? Igen. Kezdődjön a Virtuózok Visegrádi 4-ek plusz második elődöntője. Ti vagytok a jövő. Ez a Virtuózok Visegrádi 4-ek plusz második elődöntője. A két műsorvezető, Ida Novakovská és Thomas Gottschalk. Jó estét! Ez jó volt. Jó estét kívánunk az öt ország nézőinek. Magyarországon, Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában és Szerbiában. Önök a Virtuózok V4 plusz nemzetközi műsorát nézik. Ez a klasszikus zene jövője. Itt a Visegrádi 4-ek, valamint Szerbia legkiválóbb fiatal zenész tehetségei mutatkoznak be. A nyár folyamán mindegyik országban heteken át zajlottak a válogatók. Egy héttel ezelőtt pedig már láthatták is az első elődöntőt. Remélem, önök is figyelemmel kísérték. Ha mégsem, akkor most csatlakozhatnak a második elődöntőhöz, hiszen az elsőhöz hasonlóan minden országból két versenyző fog játszani a nemzetközi zsűri előtt. Miklósa Erika, a Magyar Állami Operaház koloratúrszoprán énekesnője, a magyarországi virtuózok állandó zsűri tagja. Lenyűgöz, hogy valaki ilyen fiatalon, ilyen magas színvonalon tudja kifejezni magát. Nemanja Radulović, hegedűművész Szerbiából. Szerencsésnek érzem magam, hogy részese lehettem ennek az eseménynek. Minden versenyzőnek más volt az erőssége. Gabriela Bohácsová, a Cseh Art News művészeti ügynökség alapítója. Megtisztelő, hogy Csehországot képviselhetem. Négy lenyűgöző fiatal tehetség fog bemutatkozni, mind különböző hangszeren. Nagyon izgalmas. Péter Valentovics karmester, zongoraművész Szlovákiából. Úgy gondolom, hogy a komoly zene világában nagy szükség van a sok tehetséges fiatalra. Fontos, hogy új művészeket fedezzünk fel, ezért nagyon örülök, hogy zsűritag lehetek ebben a csodálatos műsorban. Alicia Vegorzsevská operaénekesnő, a Varsói Kamara Opera igazgatója. Merész kezdeményezés, hiszen a komoly zenét mindig egyfajta magasztos környezetbe helyezik. Itt pedig egy igazán sokszínű műsorban mutatkozhatnak be a fiatal tehetségek. To
Köszöntöm újra a zsűri. A hölgyek szokás szerint gyönyörűek. A férfiak szokás szerint szalonképesek. Vágjunk bele! Ismét van egy üres székünk, és azt gondolom, hogy ez a személy is biztosan kellőképpen elegáns lesz ma este, hiszen ő lesz a szuper zsűri tag. Akárcsak az első elődöntő során most is minden országból két-két versenyző mutatkozik be. Közülük pedig országonként csak egy jut majd be a döntőbe. Erről minden esetben az adott ország zsűri tagja dönt majd, figyelembe véve zsűritársai véleményét, valamint a szuper zsűri álláspontját. Bízunk benne, hogy mi is mindketten eljutunk a döntőig. Hát igen. Majd meglátjuk, mi lesz. Egyelőre nem tudjuk, még nem. A zsűri nagyon szigorú. Érkezzék a világhírű orosz hegedűs és karmester Maxim Vengerov. Maxim Vengerov. A világ legkeresettebb és egyik legkiválóbb hegedű művésze, Maxim Vengerov. Kétszeres gramofon, Edison és Grammy-díjas művész. 4,5 évesen kezdett hegedülni, és 5 évesen már koncertet adott. Szupersztár. Tíz évesen nyerte első nemzetközi versenyét, 15 évesen pedig már szerződést kötött vele az egyik legnevesebb német kiadó. Már elmúlt 30 éves, amikor valóra váltotta az álmát és karmesterként is színpadra állt. Saját elmondása szerint azért tanult meg hegedülni, hogy egyszer egy egész zenekar dirigálhasson. Rendszeres és ünnepelt vendége a világ leghíresebb koncerttermeinek, a Carnegie Halltól a Royal Albert Hallig. Tanít a Salzburgi Mozarteum Egyetemen és a londoni Királyi Zeneakadémián, ahol professzori posztokat tölt be. Meg kell említenem a műsor díszleteit. A design elemeknek köszönhetően a stúdió kimondottan otthonos, hangulatos és magával ragadó. Elhivatott támogatója a gyerekeknek és a tehetséges fiataloknak, nem csak mint tanár vagy mint zenei versenyek zsűri tagja, de ő volt az első klasszikus zenész, akit az UNICEF jószolgálati nagykövetnek választott. Biztosan sok gyermek gondolja majd, aki nézi a műsort, hogy nagyon tetszik neki a hárfás, a zongorista vagy a hegedűs, és majd szeretnének egy ilyen hangszert. Én legalábbis a helyükben erre gondolnék. Az ilyen tapasztalatokat nehezen felejti el az ember. Még ha csak a televízión keresztül is, ez mindenképpen hatással van rájuk. Vendégünk nem más, mint Maxim Vengerov! Köszöntünk a műsorban. Egyik küldetésünk, hogy a fiataloknak megüzenjük, a komoly zenevilága nem egy idegen, unalmas világ, hanem egy szórakoztató és érzelemgazdag világ. Menő, igen. Nincs lényegi különbség a Coldplay és Rachmaninov között. Bár ezt nem szokták elhinni nekem. Maxim, te sem vagy még öreg. Sok komoly zenész fél tőle, hogy a fiatalokat már nem szólítja meg a klasszikus zene. Van okunk mégis bizakodni? Nagyon is, igen. A zene reménnyel tölti el az embert. És igen élvezetes. Azt gondolom, hogy ez az első feltétele annak, hogy valaki zenével foglalkozzon. Szereti-e a zenét? Jól fogja-e érezni magát? Biztos-e benne, hogy szereti? Ez minden. Ma este tehát bebizonyítjuk, hogy a komoly zene is élvezhető. Ugye? Így van. Sőt, gyönyörű. Ha rád nézek, látom is, hogy milyen élvezetes. Igen. Látom a szenvedélyt a szemedben. Kérjük, foglald el a szuperzsűrinek fenntartott széket. Nagy megtiszteltetés. Nagyon várom. Számunkra is megtisztelő, hogy itt vagy. Köszönöm. Maxim Vengerov kisfiúként kezdte pályafutását. Szinte hihetetlen, 5 évesen. A színpadra lépő gyerekeket ezúttal is Magyarország egyik legnevesebb szimfonikus zenekara. A budafoki Dohnányi Zenekar kíséri, Hollerunk Gábor vezetésével. Ismételjük át a Virtuózok V4 Plus szabályait, valamint azt, hogy mi is a tétje ennek a versenynek. Lássuk, mi mindent nyerhetnek a legjobban.
A Virtuózok Visegrádi 4-ek plusz műsorsorozat 4 részből áll. 2 elődöntő, 1 mesterkurzus és 1 szuperdöntő követi egymást. A 2 elődöntőben minden országból 2-2 versenyző lép a zsűri elé. Az országonként delegált zsűritagok a szuperzsűrivel közösen döntenek arról, hogy a saját országuk 2 versenyzője közül kit juttatnak tovább. A 2 elődöntőből tehát 2-2 versenyző jut tovább a mesterkurzus fordulóba, ahol a zsűri döntést nem hoz, csupán jó tanácsokkal látja el a versenyzőket. A szuperdöntőben aztán újra színpadra lép mindkét versenyző. Végül az addigi teljesítményeik alapján a zsűritagok eldöntik, hogy ki legyen a Virtuózok V4 plusz komoly zenei tehetségkutató műsor országonkénti győztese, melyik 5 ifjú zenei tehetség nyeri el a lemezfelvételt és a fejenként bruttó 15 ezer eurót. A Virtuózok műsorban ez 5 ország fődíjasainak és különdíjasainak nyereménye összesen 100 ezer euró a Magyar Nemzeti Bank felajánlásából. Szavazzon a kedvencére! A szavazók között kisorsolunk. Adásonként 1 darab 300 ezer forint értékű Szignál jövőérték életbiztosítást a Szignál Iduna biztosító felajánlásából. Adásonként 4 néző nyerhet családi hétvégét reggelivel egy választható európai hotelben a Marriott Bonvoy felajánlásából. Nyerhetnek egy-egy tesztvezetést a Jaguar Land Rover jóvoltából. Szavazzon SMS-ben ezen számok valamelyikén. A 4 hét alatt a legtöbb közönség szavazatot kapott versenyző nyereménye egy családi utazás magánrepülőgéppel Európában, a Colojet jóvoltából, valamint egy 7 családi nyaralás 4 főre teljes ellátással a horvátországi Rovinjban található Family Hotel Amarinban, a Maestra Hospitality Group jóvoltából. A heti kedvenc nyereménye egy családi hétvége reggelivel egy választható európai hotelben, a Marriott Bonvoy felajánlásából. Kezdődjék hát a show. Ez számomra mindig szomorú pillanat, hiszen egy időre búcsút kell mondanom Idának. Ő ugyanis különösen jól tud bánni a gyerekekkel, ezért a színfalak mögött velük lesz. Szükségük is van rád, hiszen nem könnyű feladat számukra kiállni a közönség elé. Mondhatni, egyszerre vagy az anyukájuk és a nővérük. Pontosan. Barát, anyuka és minden egyszerre, ahogy mondod. Be kell valljam, lenyűgöz, hogy kezelik a helyzetet és az egész szereplést. Néha úgy érzem, én jobban izgulok, mint ők. Nos, kisiskolás nézőink között biztos lesznek olyanok, akik szeretnének Idával találkozni. Ők a legjobban teszik, ha elkezdenek hangszeren tanulni, és egy szép napon itt lehetnek, és Ida róluk is gondoskodik majd. Várunk vissza! Hamarosan találkozunk. Köszönöm! Köszöntsük a Virtuózok Visegrádi 4-ek plusz legfiatalabb versenyzőjét. Érkezik egy kis tündér, aki 8 éves kora ellenére igazán virtuóz módon szólaltatja meg a szaxofon. Krisztina Vasic. Krisztina Vasic a nevem, 8 éves vagyok. 3,5 évesen kezdtem zenélni. Szeretem a szaxofont, ahogy kinéz, a hangzását, élvezem a játékot. Voltam már sok nemzetközi versenyen, de ez az első magyarországi, és nagyon örülök, hogy felléphetek itt. A zsűri mindig mosolyogva, lelkesedéssel fogadja a színpadon. Nagyon szeretik hallgatni, és szinte mindig nagy tapsot kap a zsűritől. A nagyi hozta, ő vette nekem a görkorit. Akkor kezdtem tanulni görkorcsolyázni, és megszerettem. Szeretem az állatkertet, eddig csak Szerbiában láttam ilyet, és most alig várom, hogy Magyarországon is megnézhessem. Amikor felnövök, szeretnék a világ legjobb női szaxofonosa lenni. A színpadon Krisztina Vasic, Szerbiából. Thank you.
Krisztina. Szia, Krisztina. Hello. Szia. Szia. Hadd kérdezzek először is valamit, mert nem anyja ugye hegedű játszik, ő egy hegedű művész. Ő soha nem csinálja ezt, a szaxofonosok viszont mindig így mozognak. Nem is tudom, azért mi is csinálunk mindenfélét, nem? Mi is szoktunk mozogni. Nem árt megtalálni az egyensúlyt. Bizony, nem árt megtalálni az egyensúlyt. Ő itt a főnök. Csodás voltál. Teljesen laza. Másrészt olyan angyali voltál, ahogy Tomás mondta. De ez egyáltalán nem vonta el a figyelmet a játékodról. Igazán izgalmas volt. Nagyon örülök a választásodnak, hogy a mi dallamainkat adtad elő más hangszerelésben, más módon. Minden elismerésem. Nagyon büszke vagyok rá. Köszönöm. Krisztina? Hogy hívják a kutyádat? Megfoghatom? Már késő. Fitya. Szereti a szaxofont ő is? Igen. Igen? Halljuk Gabriellát. Csak annyit szeretnék mondani, hogy gratulálok. Nagyon szép produkció volt. Te vagy itt a legfiatalabb művész ebben a versenyben, és egészen leesett az állam tőled. És imádom a csizmádat. Azt tudjuk, hogy milyen hihetetlen lány vagy, de a csizmád elárulja a temperamentumodat is. Sok szerencsét kívánok neked, elképesztő vagy, de tényleg. Köszönöm. Köszönöm. Láttad? Nincs füle. Hová tűnt? Ez nem én voltam. Korábban lásadt a füle, nem tudom miért szakadt le, de nem számít. Aha. Játszol egy kicsit, hogy táncolhassak a kutyával? A karavánt esetleg. Nem tudok játszani semmit sem, amire táncolhatnál. Oké, Maxim. Maxim, te hallottál már ilyen szaxofonjátékot? Igazán lenyűgöző volt. Teljesen elvarázsolt minket, ahogy játszottál. Mindannyian táncra akartunk perdülni. Na igen, de nem hagytad volna, hiszen nem tánczenét játszik. Nagyon érzed a zenét. Biztos vagyok benne, hogy miattad sok gyerek szeretne majd elkezdeni játszani valamilyen hangszeren. Ami pedig a szaxofont illeti, igazán túlléptél a határain a hangszernek. Szívesen. Jól van. Mindannyian le vagyunk nyűgözve, és bár nem loptam be magam a szívébe, én mégis szeretem őt. Kiki, Tomás azt mondta, mindenkit lenyűgöztél. Attól függetlenül, hogy őt nem szereted, de szerintem biztosan kedveled. Vicces, nem? Hogy ki? Tomás. Hát... Jó sok levegő kell ezekhez a hosszú, kitartott hangokhoz. Megmutatsz egy igazán hosszú? Igen. Nem is kell több egy tánchoz. Köszönöm. Barszok szép az, hogy igazán jól éreztem magam. Amikor ezt otthon csinálom, máshogy szól, és elég sok levegőre van szükségem, hogy kitartson, és végül mindig elfogy a levegő. Amikor elfogy a levegő, még egy kicsit tovább kell próbálkozni, de ha nem megy, le kell állni, mert nem jó sokáig levegő nélkül maradni. Ölejétek meg egymást! When you were up there on stage. Annyira menő voltál a színpadon, nincs is erre jobb szó. Egyszerűen menő, elképesztő volt. A most következő zenész Eliška Tkadličiková Csehországból. 18 éves. Szereti a titokzatos és varázslatos dolgokat, na meg a titokzatos és varázslatos állatokat. A macskákat. Fogadják szeretettel. A nevem Eliška Tkadličiková, 18 éves vagyok, a csehországi Olmützből származom. A Kromnyezsizsi konzervatóriumban tanulok zongorát, és egyúttal az Olmütz Helyi Gimnázium tanulója is vagyok.
A kedvenc állatom a macska. Otthon is van 2 cicám, és amikor zongorán gyakorlok, mindig ott vannak velem. Nagyon szeretnek engem hallgatni, és szeretik a klasszikus zenét. Amikor nem gyakorlok, és marad még szabad időm, szeretek verseket olvasni. Írok is verseket, és sok ember nem tudja rólam. De szórakozásból, kártyatrükkökkel is foglalkozom. Szia! Én Badár Tomi vagyok. Eliska. Eliska. És bűvész, és láttam, hogy te is bűvészkedsz, hogy mutattál nekem valamit. Jó. Rendben. Most. 9. 10, 11. Ez volt a kártyád? Ez volt. Igen. Agyai pacsi. Nagyon ügyes vagy. Nagyon szimpatikus lány, és nagyon ügyes is. Biztos vagyok benne, hogy zongorázásban is ilyen magas szintű. A tévénézőket elsősorban a zenével szeretném megszólítani. Mégpedig azzal a gondolattal, hogy a klasszikus zenének nem kell feltétlenül komolynak lennie. Van hely benne a tréfának is, és mindennek, ami része a világnak. Valójában ennyit szeretnék elérni. A színpadon Eliska Kadlicsikova, Csehországból. Thank you.
Bravo! Megcsinálta. Eliska. Szia, Eliska! Milyen magas lány vagy. Igen. Csajkovszki a hangverseny zongorán. Ütős párosítás, ilyen lehetett a rockzene akkoriban. Igen. Anyukád angol tanár, igaz? Igen, igen. Akkor te jobban tudsz angolul, mint én. De most koncentráljunk erre a gyönyörű fellépésre. És most inkább a cseh nyelvet gyakorold Gabriellával. Eliska, először is csodálatos fiatal hölgy vagy, öröm rád nézni. De nem csak azért, mert gyönyörű vagy, hanem azért is, mert csodálatos energiákkal rendelkezel, ahogy fellépsz. Valóban erre teremtett téged a természet. Köszönöm a bíztatást. Erika? Mindenek előtt hagyd mondjam el, hogy akár topmodell is lehetnél. Persze nem ez a legfontosabb most, de mégis. Nagyon magabiztosan játszottál, ugyanakkor gyengéd és szerény vagy. Ami pedig a legjobban tetszett az előadásodban, az az, hogy te magad is mindvégig nagyon élvezted. Az, ahogy együtt muzsikálsz a zenekarral és a karmesterrel. Úgy tűnt, hogy az egész helyzetet nagyon élvezted. Akkor azt már megtudtuk a hölgyektől, hogy lehetnél topmodell, de ideje komolyabb dolgokról is szót ejteni. Lássuk, hogy a vonós hangszereken játszó urak mennyire értenek a zongorához. Maxim? Eliska, ez egy csodálatos előadás volt, lenyűgöztél. A legkiemelkedőbb dologként pedig a technikai készségeidet említeném, ami idővel lehetővé fogja tenni számodra, hogy még magasabb szintre juthass. És mivel szeretsz bűvészkedni, bevethetsz némi boszorkányságot, különösen, ha Csajkovszkiról van szó. Tudod, az orosz táncok különböző ritmusai? Néha persze kockáztathatnál egy kicsit többet. Mindannyiunknak tetszett, hogy könnyedén és gyönyörködtetően játszottál. Csajkovszkiról eszembe jutnak azok a kemény fickók, de te megmutattad, hogy erőlködés nélkül is megy. Csak így tovább. Lehet, hogy a zsűri azt akarja, hogy keményebb legyél, de szerintem maradj ilyen. Oké. Remélem, hogy megfogadod ezt a fontos tanácsot. Köszönjük. Te vagy most az első. Egyébként összeültöztünk. Van itt egy szerencsehozó tárgy egy ismerősömtől. Azt még magamhoz veszem, mielőtt megyek. Hadd lássam. Egy talizmán. Ezzel is tudsz valamilyen trükköt? El tudod tüntetni, vagy ilyesmi? Nem, csak kártyatrükköt. Ez nagyon jó. És úgy tűnik, szerencsét is hozott. Én olyan rosszul zongorázom. Próbáld ki. Nem hinném, hogy segítene. Csak ennyit tudok. Ha a vendégségben vagyok valahol, mindig ennyit eljátszom. Mozart. Aztán megdicsérem a szép zongorát. Mozart, aztán én végeztem. A talizmán nem sokat segített, tartsd meg inkább te. Köszönjük. Köszönöm. Rendkívül nagyra értékelem, hogy Martin itt volt most velem és támogatott. El kell mondanom, hogy egyáltalán nem számoltam azzal, hogy egy ilyen jó barátra lelek itt, és ennek nagyon örülök. Tehát ti már találkoztatok és barátok vagytok. Az indulás előtt pár nappal. Emlékszel, hogy hol találkoztatok először? Igen. Igen. Hogyan történt? Írtam Eliskának, mert tudtam, hogy ő is jönni fog, és kíváncsi voltam, hogy ő hogyan utazik ide. Ő pedig azt írt, hogy vonattal. Először tehát a vonaton találkoztunk. Ó, ez aztán aranyos. A gyerekek, amellett, hogy rengeteget próbálnak, készülnek a versenyre, közös programokon is részt vesznek Budapesten. Az itteni komoly zenei élet fellegvárában, a Magyar Állami Operaház műhelyházában leshettek be a színfalak mögé. Most önök is elkísérhetik őket. Üdvözlök mindenkit itt az Opera Eiffel műhelyházában. Beléptek Magyarország egyetlen nagyzenekari lemez stúdiójába, és az általatok ismert és tisztelt Domingo Mester csinálta az első felvételt benne. A versenyzők igazi kiváltságosként a megnyitó előtti napokban látogathatták meg a művészeti műhelyt. Ebben a színházban leginkább azok a termek tetszettek, melyekben a különböző funkciók, a szereplők és a nézők magas számához vannak igazítva. Minden bizonnyal fantasztikus érzés lenne, ha egyszer itt nézőként helyet foglalhatnék. Ez nagyon megfogott, úgyhogy ez tetszett itt a leginkább.
A fiatal zenészek a Varrodában, a Paróka műhelyben és az Asztalos műhelyben igazi kulisszatitkokat láthattak, hiszen itt készülnek az Operaház egyedülálló jelmezei és grandiózus díszletei. Nagyon örülök és szerencsésnek érzem magam, hogy lehetőségem volt bekukkantani ezekbe a terekbe, mivel itt láthattam, hogyan működnek a dolgok a háttérben. Rájöttem, hogy ez egy nagyon igényes munka, és rettenetesen csodálom azokat az embereket, akik részt vesznek a gyártás folyamatában, amit mi nézőként tulajdonképpen nem látunk a színházban. Milyen csodálatos túra lehetett, bár ott lehettem volna. Ez a két ifjú hölgy operaénekes szeretne lenni, és biztos vagyok benne, hogy azok is lesznek. Milyen érzés volt a jelmezek között járkálni? Milyen volt a hely hangulata? Kicsit idegesnek érzem magam, de igyekszem minden pillanatot kiélvezni. Budapest gyönyörű város, teljesen elvarázsolt. Az egésznek fantasztikus légköre van. Ennek a versenynek is. Kiválóan érzem magam. Ásbeta Rehakova vagyok, 18 éves. Már kicsi koromtól kezdve énekelek. Otthon azt mondogatják rólam, hogy korábban énekeltem, mint jártam. A zene mellett szeretek sütni, ez tulajdonképpen az egyik kedvenc szórakozásom. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy bekerültem a Virtuózok Visegrádi 4-es plusz versenyébe. Vanessával az iskolából ismerjük egymást, ugyanahhoz az énektanárhoz járunk. Támogatjuk egymást, és egyáltalán nem versengünk egymással. Nem kívánunk a másiknak semmi rosszat. Ezzel teljesen rendben vagyunk, és majd meglátjuk, mit hoz a sors, hogy végződik. De addig is kölcsönösen szorítani fogunk egymásnak. Vagyis meglátjuk majd, hogy mi sül ki belőle. Ásbeta, hamarosan színpadra lépsz. Szoktál a fellépések előtt valami különleges dolgot csinálni? Igen, van egy kis szerencsehozó mozdulatsorunk, mint egy rituálé. Minden éneklés előtt. Egy rugás és egy kereszt. Íme egy gyönyörű barátság tökéletes példája. Bárcsak a világon mindenki magáénak tudhatna egy olyan barátot, mint amilyenek ti vagytok. Most jön a rugás és a kereszt. Jól van. Ügyes leszel. Köszönöm. Köszi. A színpadon Ásbeta Rehakova, Szlovákiából. Thank you.
Bravo! Bravo! Jó estét, Ashbeta! Állt már itt hegedűs, szaxofonos, még tangóharmonikás is, de persze az énekhang is egy hangszer a sok közül. Két opera énekes is van a zsűriben. Kezdjük Erikával, te énekelted már ezt a szerepet? Nem énekeltem, csak műzettet. Azért így is mondhatsz valamit az előadásról. Még szép, mondok is. Meglettél engem, hiszen 18 éves vagy, és nagyon-nagyon jól énekelsz. A hangod a megfelelő pozícióban szól, most már csak meg kell tartanod, meg kell őrizned. És mindig a szívedből kell énekelned. Alicia, te is kolléga vagy. Mit gondolsz a produkcióról? Először is kiemelném az adottságaidat. Gyönyörű színezete van a hangodnak. A tanácsom pedig az, hogy ne ugorj túl gyorsan fejest a romantikus repertoárba. A karriered elején énekelj egy kicsit több Bachot és Mozartot, hogy még inkább beálljon a hangod. Aztán tovább mehetsz a mélyebb érzelmek felé, hiszen a lelked megvan hozzá. Gratulálok! Köszönöm. Végezetül hagyunk egy olyan zsűritagot, aki az anyanyelveden fog hozzád szólni. Péter, mit gondolsz? Szólíthatlak Betkának? Igen, lehet. Gyönyörű hangod van. Köszönöm. Telt a hangzása, és a gyönyörű hangszín mellett a piano részeket is szép dinamika jellemezte. Csak így tovább. Gondolkoztál már azon, hogy duettet énekelj? Ne gondolom, nem. Kipróbálhatjuk majd egyszer. Nagyon köszönjük. Örülök, hogy itt voltál. További jó estét kívánok. Köszönöm. Vigyázni kell, amikor ilyen korban már nagy áriákat akarnak énekelni a lányok. Minél? Veszélyes dolog. Veszélyes lehet. Megerőltethetik pontosan, a hangjukat. Akár tönkre is tehetik. Ezért óvatosnak kellene lenni. Nem szabad elsietni. Ashbeta, most már lazíthatsz, nem kell tovább izgulnod. Hamarosan már a barátnődnek, Vanessának drukkolhatsz majd. Egy virtuóz zongorista, Maciej Smolog lép most színpadra. A 17 éves lengyel versenyző imád kerékpározni. Azt tehát tudjuk, hogy a bicikli pedáljával jól bánik, de most meglátjuk, hogy mit kezd a zongora pedáljaival. Íme itt van. A nevem Maciej Smolog, 17 éves vagyok. Egy nyugat-lengyelországi városból származom. Hat éves koromban kezdődött a kalandom a zongorával. A kezdetektől fogva nagyon tetszett ez a hangszer. Jelenleg kollégiumban lakom 500 kilométerre az otthonomtól. Varsóban tanulok. Az egyik kedvenc tantárgyam az iskolában a matematika. Ebből az okból kifolyólag szeretem a logikai játékokat és a fejtörőket. Szeretek sakkozni is. A nagypapám tanított meg sakkozni kicsi koromban. Amikor csak találkozunk, mindig szívesen játszunk. Amikor hazamegyek, mindig megkérem anyukámat, hogy menjünk el a tópartra biciklizni, vagy az erdőbe, hogy kicsit közel kerüljünk a természethez. Mert ez nagyon hiányzik nekem. A nagyvárosban sajnos erre nincs lehetőség. A virtuózokban nekem nem a versenyzés a fontos, hanem hogy megismerjek csodálatos művészeket más országokból, és hogy jól mutatkozzak be. A színpadon Maciej Smolog Lengyelországból. Thank you.
Csodálatos volt! Bravo, bravo! Bravo! Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én azt mondom, hogy az én országom az én versenyzőm. Bravo. Maciej, bravo. Köszönöm. A másikat is. A lengyel temperamentum. Hihetetlen volt. Egyszerűen olyan gyorsan játszottál. A laptopon is gyorsabb vagy a barátaidnál? A járvány alatt volt alkalmam megtanulni gyorsan gépelni, igen. Egy kiváló fiatalemberről beszélünk. Elképzelhető, hogy ha tehetségeket keresnél az operában, ahol dolgozol, például a zenekarba, akkor rajta lenne ő is a listádon? Nagyon is. A következő évi Mozart Junior Fesztiválra. Biztosan meghívjuk Maciejt. Mozartot is játszol? Elviszünk téged a Mozart Fesztiválra. Igen. Mert ugye most Lisztet hallottunk, ami persze okos választás volt itt Budapesten. Igen. Ilyen okos fiú vagy. Gabriella? Maciej, ha tehetném, és nem lenne a vírus, felmennék és megölelnélek. Kicsit félénknek tűnsz, de nincs rá okod. Büszke lehetsz magadra is arra, amit mutattál most nekünk. Nagyszerű előadó vagy. Kiváló a technikád, leesett az állam, ezért nagyon gratulálok. Most kellene azt mondanod neki, hogy nem is vagy félénk. Nem vagyok félénk. Na ugye, Erika? Én is azt gondoltam, hogy félénk vagy. Ez volt a benyomásom nekem is. A művet nagyon szeretem, ez a kedvencem, és Thomasnak igaza volt. Tényleg jó választás volt, hogy ezt a darabot hoztad ide Budapestre. Tetszett, ahogy felépítetted, és ahogy a félénk szerény fiúból egy karakteres, erős férfivá váltál. Gratulálok neked! Köszönöm szépen! Úgy látszik, mind a három hölgy ölelkezni akart veled. Ez a koncertjeid után is gyakran előfordul? A lányok megölelgetnek? Szerintem az fantasztikus lenne. Csak annyit mondhatok, dobzse. Dobzse. Nagyon jó. Nos, köszönjük szépen. Örülök, hogy a zsűri három tagjának tetszett a fellépésem. Boldoggá tesz, hogy így reagáltak. Remélem, hogy eljönnek a koncertemre. El tudom képzelni, hogy egy szép napon mesterkurzusokat igen. vezet majd. És hány órát gyakoroltál tegnap a mai fellépésed előtt? Azt hiszem olyan 6 órát. 6 órát? Tényleg? Szünetekkel. Persze, szünetekkel, igen. De nem tűnik annyinak. De csak a produkciókat. Az elejétől a végéig, ugye? Igen, azt gyakoroltam. Gratulálok. Szerbiából érkezik hozzánk Lana Zorjan, aki 11 évesen már több mint 40 nemzetközi zenei díjjal büszkélkedhet. Ez persze nem csoda, hiszen a vérében van a zene. Édesapja operaénekes, édesanyja hegedű művész. A nevem Lana Zorjan, 11 éves vagyok. Hegedűn játszom és Újvidékről, Szerbiából jövök. Zenész családból származom, már a harmadik zenész nemzedék vagyok a családban. A szüleim is mindketten zenészek. Anyu hegedű tanár. Forró szív, hideg fej. Apu operaénekes. Egyik nagyapám katonazenész, a másik zenetudós. A házi állataim kitöltik az életem nagy részét. Imádom őket. Készítek nekik játékokat régi rongyokból, újrahasznosított anyagokból. A háziállataim mellett nagyon szeretek TikTok videókat készíteni. Szerbiában sok fesztivál van. Felnőttként nagyon szeretnék fellépni a Nomus és Bemus fesztiválon. Akár csak a példaképen, nem a Radulovics. A színpadon Lana Zorjan, Szerbiából. Thank you.
Lana, szia! Csakalom! Ne ijedj meg, csak én vagyok. Hallottam, hogy szeretsz muzsikálni, de azt utálod, ha 10 percnél tovább mellőznöd kell a telefonodat. Úgyhogy magammal hoztam, visszakapcsolódhatsz az online térbe. Hogy mi? Köszönöm. Szoktál így csinálni? Nem. No. Nem. Készíthetek egy selfit veled? Persze. You don't need me, right? Én nem is kellenék a képbe, ugye? Megpróbálok úgy kinézni, mint Justin Bieber. No, that's good enough. Ez jó lesz. Okay. Köszönöm. Köszönöm. Azt hiszem, nem anyja elégedett veled, legalábbis úgy tűnik. Lana, szuper voltál. Volt benned valami, ami belülről hajtott végig. Csak mentél előre, és előre megállíthatatlanul. Ez az egyik jó tulajdonságod. Egyes pillanatokban talán picit az egyensúlyra jobban figyelhettél volna. De hát, csak 11 éves vagy. Úgyhogy csodás volt, és minden elismerésem. Nagyon köszönöm. Van itt még valaki, aki egészen jól hegedül. Tudom. Na jó, nem verseny, mindketten elég jók, ugye? Persze. Na, halljuk, mit gondol Maxim a fellépésedről. Köszönöm. Csodálatos előadás volt. Teljesen egyetértek Nemanjával. Ez a Scherzo Tarantella nagyon trükkös darab. Igen, az. És mégis látszott, hogy élvezed, ugye? Ez az egyik kedvenc darabom hegedűre, az álomzenemű számomra. De azért tudod, hogy mi a Tarantella, ugye? Igen. Érezheted magad kényelemben játék közben, de nem lehet kényelmes a játékod. A H hangnál például. Idővel majd gyorsabban tudsz játszani, és jobban meg tudod izzasztani a karmestert és a zenekart. Persze most is kijár nekik a dicséret. Nehéz darabot választottál. Köszönöm szépen. Alicia? Amikor rád nézek, miközben játszol, én nem egy gyermeket látok, hanem egy befutott zenész. Ebben minden benne van az előadásodról. Köszönöm szépen. Akkor tehát családban marad. Köszönjük, hogy itt voltál, Lana. Nagyon örülünk, hogy hallhattuk. Köszönöm. Amikor megláttam a műsorvezetőt a színpadon, nagyon meglepődtem, mert épp a zsűrit figyeltem, és akkor láttam, hogy előveszi a telefonomat. Nem igazán értettem miért, de azután kért egy közös fotót, és ez nagyon édes dolog volt tőle. Nagyon tetszett. Köszöntünk a backstage-ben! Tűnni nem akaró ölelkezés. Érezhető, hogy szereti a színpadot, és szeret hegedülni. Hiszen ezt látja otthon. Hallottam, hogy sztár vagy egy bizonyos platformon, ahol sok táncos videó van. Mindenféle menő mozdulatokkal. Szóval csináljunk egy videót. Na, rendben. Rendben. Most én kezdek izgulni, fordult a kocka. És hogy is volt? Másik kéz, még egyszer. Fel! Yes. És ez az! A Virtuózok Visegrádi 4-ek plusz második elődöntőjében 5 újabb ifjú tehetség mutatkozott be eddig.
Ahhoz, hogy ezek a csodás produkciók megvalósulhassanak, a koronavírus járvány miatt a műsor felvétele alatt mindenkinek szigorú biztonsági előírásokat kell betartania. Az 500 fő stáb minden egyes tagját folyamatosan tesztelik. A színpadon kívül mindenkinek maszkot kell hordania. Távolságot kell tartania, fertőtlenítő kapon kell áthaladnia, és a résztvevők testhőmérsékletét is folyamatosan ellenőrzik. A gondos elővigyázatosság ellenére a második elődöntő forgatása közben drámai fordulatot vettek az események. A szerb zsűritag Nemanja Radulovics náthás tüneteket kezdett produkálni. Jól érzed magad? Igen, remélem semmi komoly. Ezért a produkció járványbiztonsági szakemberei azonnal vizsgálatoknak vetették alá őt. Hogy visszaülhet-e a zsűriasztalhoz, hogy meghallgassa a következő 5 versenyzőt, hamarosan kiderül. Mindjárt folytatódik a Virtuózok Visegrádi 4-ek plusz második elődöntője. Kedves, vicces. Hogy mit jelent egy saját hangszer? És drámai pillanatokkal. Elérzékenyültem. Jó megríthatták. Maradjanak velünk! Jó estét ismét! Már is folytatódik a Virtuózok V4 Plus nemzetközi tehetségkutató műsor. Ahogy már említettük, a verseny igen különleges körülmények között zajlik a vírus helyzet miatt. Sajnos ez azt is jelenti, hogy mi magunk is váratlan helyzetben találhatjuk magunkat, ami most meg is történt. A koronavírus miatt szigorú biztonsági szabályokat kell betartanunk a műsor forgatása során. Egész életemben próbáltam pozitív maradni. Én is. Most viszont a cél, hogy negatívak maradjunk. Folyamatosan teszteljük a teljes stábot, és rendszeresen ellenőrizzük a személyzet testhőmérsékletét. Amint valaki belázasodik, el kell különítenünk. Sajnos éppen ez történt szerb zsűritagunkkal, Nemanja Radulovicsal is. Így ő most nem lehet velünk a műsor további részében. Jelenleg orvosi vizsgálaton vesz részt, és a teszt eredményeit várja. Persze így is részt vesz majd a végső döntéshozatalban. Ő online fog csatlakozni zsűritársaihoz. Reméljük, hogy hamar visszatérhet közénk, és persze mielőbbi felépülést kívánunk neki. Így van, így van. A visszatéréséig pedig folytatódik a Virtuózok Visegrádi 4-ek plusz műsora. Hiszen továbbra is fantasztikus fiatal tehetségek várnak a bemutatkozásra, ez a show pedig róluk szól. Ők a klasszikus zene jövője. Patkós Maja vagyok, 14 éves és 7 éve hárfán játszom. A hárfán olyan érzéseket ki tudok mutatni, amit fizikailag nem, és nagyon imádom a hangszert, egyszerűen a hangját is, még mindent úgy, ahogy van. A hárfázás miatt nagyon sokat ülök, és nagyon jó utána a friss levegőn mozogni, átmozgatni magam, és kiszerezhetni a fejemet. A társammal együtt kezdtünk el teniszezni, és nagyjából egy szinten vagyunk, tehát nagyon jó együtt játszani. Nagyon jó partner, nagyon jó vele játszani. Fontosabb tulajdonság ebben a versenyben a bátorság, ami Majának megvan. Olyan a családban, mint egy ilyen kis virágszál, akihez mindenki mosolyogva, kedvesen közeledik. Nagyon örülök, hogy Maja bekerült a Virtuózok Visegrádi 4-et pluszban. Ez ilyen nagyon nagy dicséret neki, meg nekem is, meg iskolának is, meg Szegednek. Ha egy nagyot kéne álmodnom, akkor úgy látom magam, hogy egy óriási nagy színpadon rengeteg ember előtt játszok és örömet szerzek másoknak. A színpadon Patkós Maja Magyarországról. Thank you.
Maja! Egészen bámulatos volt. A díszlet és ahogy játszottál. Úgy éreztem, hogy én vagyok a víz, te pedig egy sellő. A hárfában rejlő lehetőségek. Ugye egyetértesz, Péter, hogy sokféle hangot elő lehet csalni belőle, csak úgy, mint ahogy a hegedűn is többféleképpen lehet játszani. Elmondható, hogy a hárfa is hasonlóan sokoldalú hangszer? Természetesen. Sőt, lehet, hogy jobban, mint a hegedű, hiszen szélesebb skálát fed le. Lehetőség van glisszándó játékra és a dallamjátékra egyaránt. És azt hiszem, most is sikerült bemutatni, hogy mi mindenre jó a hárfa, hiszen valami egészen különlegeset valósítottál meg. Nem akartam, hogy abba hagyd, nem akartam, hogy vége legyen. Ez igaz. Az ember csak arra gondol, tovább, mintha szárnyal. Halljuk Erikát. Maja. Megállítottad az időt. Az, amit ma produkáltál, ez a csúcsminőség. Ez egy olyan magas szint, ami szerintem nagyon kevesen tudnak produkálni. Minden harmóniában volt, olyan csönd volt a stúdiómban, mint még soha. Évek alatt egybeolvadtál ezzel a hangszerrel, az valami csodálatos. Köszönöm szépen. Köszönöm. Igazán lenyűgöztek a szélsőséges dinamikai különbségek, amelyeket megvalósítottál. Pontosan és figyelmesen játszottál. Úgy éreztem, egy történetet mesélsz. Nem csak egy darabot adsz elő. Köszönöm. Úgy tűnik, mindannyiunk lelkére balzsamként hatott a játékod, és ez a legjobb, amit egy zenész el tud érni. Maja, köszönöm, gratulálok a produkcióhoz, és remélem találkozunk még. Én is remélem. Nagyon boldog vagyok, hogy a zsűri ennyi pozitívumot tudott nekem mondani, és nagyon örülök. Szinte megállt a levegő. Még a kulisszák mögött is csendben figyelt mindenki. Nagyon megérintett. Őszinte volt. Magára irányította mindenki figyelmét. Hogy érezted magadat a színpadon? Nagyon jó érzés volt, óriási volt. Elárulom neked, hogy a szüleid sírtak közben. Csak anya. Nem, apukád is. Láttam, hogy apukád is sír. Nagyon büszkévé tetted a szüleidet. A sport és zene sokszor találkozik egymással, a két tevékenység nagyon jól kiegészíti egymást. A jó ritmusérzék például jól jöhet egy focistának is. Lássuk, milyen ritmusban cselesz következő versenyzőnk, David Siviecki Lengyelországból. A nevem David Siviecki, 14 éves vagyok. Lengyelországból jöttem egy Krive nevű kisfaluból. 7 éve harmonikázom. A nagyapám is harmonikán játszott. Ő volt az, aki megfertőzött a harmonika iránti szenvedéllyel. Számomra a zene jelenti a legnagyobb örömet. Nem voltam még Magyarországon. Örülök, hogy a nemzetközi verseny kapcsán eljuthattam ide. Amikor sokat gyakorolok a harmonikán, utána kicsit lazítanom kell. Focizunk kicsit apukámmal és az öcsémmel. Nagyon örülök, hogy itt Budapesten is focizhatok kicsit apukámmal. Szeretném megnyerni a virtuózokat, mert nincs még saját hangszerem. Ha megnyerem, akkor megveszem álmaim harmonikáját. A színpadon Dávid Siviecki, Lengyelországból. Thank you.
Hello! Üdv! Did I get this right? Jól értettem, hogy egy rock szonátát hallottunk most? Így van, egy rock tokkátát. Egy rock tokkátát, és közben magad doboltál. Egészen különleges volt. Erre nem mondhatnám sem azt, hogy komoly zene, sem azt, hogy rock and roll. Van a kettő között valami szerinted, vagy számodra mindegy, csak zene legyen? Mivel a zeneszerző ilyen előadásmódot írt elő, és ilyen kotta leírást használt, azt hiszem igen, kettő az egyben. Tökéletes volt. Ülj le, hiszen nehéz ez a hangszer, és végig kell hallgatnunk ezeket az embereket. Mindjárt elmondják, mit gondolnak a produkciódról. Addig ülj le nyugodtan. Péter, halljuk. Tetszett a koreográfia. Nem csak a zene, hanem hogy az egész testeddel muzsikáltál és táncoltál a tokkáta ritmusára. Egészen bámulatos volt. Nagyon érett, magas fokú zeneiséggel rendelkezel. És ez nem csak a ritmikára értendő, hanem arra is, ahogyan felépített a zenei frázisokat. És lenyűgözött az előadásod, nagyon örültem, hogy hallhattalak. Maxim, te mit mondasz? Valóban fantasztikus volt látni téged, David. Egyé váltál a hangszerrel, és néha nem is voltam biztos benne, hogy hol a határ zenész és hangszer között. És ez így van a lehető legjobban. Ha egyé válsz a hangszerrel, akkor az a részeddé válik, és ehhez is tehetség kell. Ezt nem lehet megtanulni. Bravo. Bravo. Erika? Van itt egy mondat tőled, így szól. Számomra az, hogy hangszerrel játszom, menekülést jelent a mindennapok valóságából. Milyen neked a mindennapok valósága? Az én legnagyobb... Számomra a valóság csak is a zene, és zene nélkül nem tudnék élni. Gratulálok. Alicia, beszéljetek lengyelül, nekünk pedig majd tolmácsolnak. Szóljon szívtől szívnek az üzenet. Amivel az első pillanattól megfogtál, az a nem mindennapi karizmád a színpadon. Tudod, amikor hallgatok egy zenészt, és libabőrös leszek, és könnyek szöknek a szemembe, hát pontosan ilyen élményeket keresek, amilyet te adtál. Nagyon hálás vagyok neked ezért. Sok sikert kívánok. Nagyon köszönöm. A lehető legjobb kritikákat kaptad a zsűritől, nem? Igen. Még egyszer nagyon köszönöm a zsűrinek, hogy ilyen szépen beszéltek rólam. Nagyon köszönjük! Bravo! Büszke lehetsz magadra! Sorry. Mi történt? Ő egy kis faluból származik. Igen? És olyan megható, hogy saját hangszerről álmodik. Talán ez a legmeghatóbb az egészben. Ez a fiú olyan kicsinek, olyan fiatalnak tűnik, de már is tele van boldogsággal. Ahogy zenélt, őszinte volt. Tényleg belülről jött, ahogy játszott. Nem tudom elmagyarázni. Tudod, hogy mit jelentene egy saját hangszernek is? Elérzékenyültem. Van benne valami. Játszhatna bármit. Ott van mögötte a történet. Szeretné megnyerni a díjat. Szeretne első lenni, hogy vehessen magának egy hangszert. Ezek a dolgok, és az ő saját története. Ettől érzékenyültem el. Megnézheted? Felemelhetem, nem fog kiesni? Nagyon nehéz. Oké. Hát ez tényleg nehéz. Ez nem vicc. Nem tréfa, ez nagyon nehéz. Olyan 15 kg. Van mit cipelni, még nekem se könnyű. Hát ez hihetetlen. Az meg főleg nehéz, hogy semmit se látni. A gombokat sem, mindent fejből kell tudni. Komolyan? Vagy a tükörből, vagy fejből. Aha, tükörből, úgy, mint a táncban. Mert magunkat nem látjuk rendesen. Egy kicsit kitágítjuk most a műsor határait, egészen Japánig repülünk. Következő versenyzőnk a Csehország színeiben fellépő Eduard Kollert édesanyja ugyanis japán. Így a fiatalember most azt is megmutatja, hogy nem csak hegedülni, de sushit tekerni is nagyon jól tud. Arigato! Eduard Kollert vagyok, 17 éves, Prágából jöttem és hegedűn játszom.
Az édesapám cseh, az anyukám japán, és Tokióban születtem. Hobbim a görgkorcsolyázás. Csehország nagy zenetörténeti múltra tekint vissza. Sok zeneszerzővel büszkélkedhet, melyek közül én legjobban Bohuslav Martinut és Erik Korngoldot szeretem. Bohuslav Martinu a Erika Korngolda. Szeretek utazni, görgkorcsolyázni, szeretem a gasztronómiát, és szeretek kóstolgatni és főzni. Többek között például sushit, amire anyukám tanított. A fiam nagyon boldog, hogy idejöhetett. Alig várja, hogy élvezhesse a virtuózokat, és nagyon boldog, hogy itt lehet. Remélem, hogy tetszeni fog a nemzetközi zsűrinek az előadásom. A színpadon Eduard Koller Csehországból. Thank you.
Eduard Kollert! Edward! Eduard! A hegedűs kezek. Te vagy az én emberem. A hegedűs lányok mind érzelmes, romantikus dolgokat játszanak, te viszont a szenvedélyt választottad a Carmennel. Carmen! Yes. Igen. Kíváncsivá tettél. Mondtad, hogy főzni is szeretsz. Yes. Így van. Ha jól tudom, a sushi és a paella a kedvenc. Igen. Milyen sorrendben tálalod őket? Imádom a paellát, mert tartalmas, és mert spanyol. De mindkettőt nem szoktad egyszerre. Nem, az túl sok lenne. Azt elhiszem. Na, de térjünk a lényegre. Gyönyörű volt. Egészen nagyszerű. A tökéletesség nem minden, és ezt te is tudod. Benned megvan a szenvedély, a zene szeretet. Tehát minden hozzávaló, pont mint a főzésnél. Hadd javasoljak valamit. Számodra új dimenziók nyílnának meg, ha kifejlesztenéd a saját ízlésvilágodat. A saját hangodat a zenében. Úgy, hogyha egy fal vagy egy függöny mögött játszanál, akkor is tudjuk, hogy Eduard játszik, hogy felismerhető legyen a játékod. Hogy ezt hogyan érheted el? Figyelj magadra, a belső zenédre. Köszönöm. Gabriella? Eduard, olyan büszke vagyok. El szeretném mondani, hogy fantasztikus dinamikai különbségeket tudsz megvalósítani. Született előadó művész vagy, és gyönyörűen muzsikálsz együtt a zenekarral is. Először is nagyon élveztem, úgyhogy köszönöm neked ezt a csodálatos élményt. Szorítok neked. Nagyon köszönöm. Erika? Eduard, te egy igazi virtuóz vagy. Fantasztikusan játszol és muzsikálsz, és azt gondolom, a kivételes tehetséged és a kiemelkedő tulajdonságaid fényes jövő ígéretét hordozzák számodra. Nagyon köszönjük. Köszönöm. Nagyon ügyes vagy, és nagyon tetszett nekünk, ahogy zenéltél. Nagyon köszönöm. Viszlát, szervusz! Elégedett vagyok az előadással. Jó érzés volt ebben a gyönyörű stúdióban játszani ezzel a zenekarral, karmesterrel, egy ilyen zsűri előtt. Szerinted túl fegyelmezetten játszott? Te vagy a mester. A technikája csodás volt. Bármit el tudna játszani, de nem lélegzik együtt a zenével. Ha együtt lélegzel a zenével és hibázol, akkor a hiba is a zenei kifejezés mód részévé válik. Itt ez a probléma. Ez hiányzik. Eduard, gyere ide hozzám, bravo! Hallom, hogy igazi kozmopolita vagy. Madridban jártál iskolába, aztán pedig Svájcban, igaz? Igen, így igaz. Ez aztán izgalmas. És beszéled is ezeket a nyelveket? Igen, sok nyelven beszélek. Hány nyelvet ismersz? Hetet értek. Akkor tehát bárhol a világban meg tudod értetni magadat. Egyszerűen ragadnak rád a nyelvek. Az első részben már hallhattuk a gyönyörű hangú szlovák énekest Ashbetát, és megismerkedtünk barátnőjével Vanessával is, aki drukkolt neki. Most fordul a kocka, és Ashbeta fog barátnőjéért szorítani a backstage-be. Így van, Ashbeta itt van velem. Nagyon várjuk már, hogy a barátnője a színpadra lépjen. Már is érkezik. Vanessa Csierna Szlovákiából! Vanessa Csierna vagyok. Közép-Szlovákia egy kis falujából, Oszlaniból származom. Szoprán vagyok. Már kicsi koromtól kezdve éneklek, amióta az eszemet tudom. Az énekhez sok erő kell, ezért igyekszem magam jó kondiban tartani. Nemrégiben elkezdtem aktívan edzeni, és azt hiszem, hogy ez az éneklésemnek is jót tesz. Az, hogy öt országban fognak hallani, leírhatatlan érzés. És igazából ettől egy kicsit lámpalázas is vagyok. De nagyon várom, hogy ilyen módon megismerjenek a körülöttünk élők is. Üdv! Egy kis édesség, de nem muszáj megkóstolni. Már nagyon régóta barátnők vagyunk, immáron több mint 4 éve. Ezért örülök, hogy vele lehetek ezen a versenyen. És kölcsönösen támogathatjuk egymást. Talán sikerül. Igen. A színpadon Vanessa Csierna, Szlovákiából.
Jó estét, Vanessa. Hadd kérdezzek valami fontosat. Barátnőd, Ashbeta, már szerepelt előtted. Ti barátok vagytok, de most egymás ellen versenyeztek. Mind a ketten énekesek vagytok, és mindketten nyerni akartok. Ez nem okoz problémát a barátságotokban? Úgy gondolom, hogy egyáltalán nem. Mivel barátnők vagyunk, akik egymást támogatják, és tudom, hogy ő örömmel énekel. És azt hiszem, függetlenül attól, ki jut tovább, vagy ki győz, tiszta szívemből kívánom neki a legjobbat. Kérdezzük meg Pétert, vele egy nyelvet beszéltek. Ráadásul ő nem ismert tréfát, ha operáról van szó. Sok operát hallott már, sokat is vezényelt, és tudja, mi a dörg, és velem ellentétben. Melyik opera szerepet szeretnéd énekelni? Melyikről gondolod, hogy a legjobb a hangodhoz? Nincsenek pontos céljaim, vagy szerepek kitűzve. Természetesen sok minden tetszik, de azt hiszem, hogy inkább olyan lírai koloratúr irányba szeretnék elmenni. Én még tanácsolnék egy apróságot. Egy olyan dolgot, hogy amikor a recitatív részt énekled, egyes helyeken több időt hagyhatnál magadnak, hogy egyszerűen lecsengjen az egész. Egyébként valóban nagyon gyönyörű volt. Köszönöm neked, gyönyörűen énekeltél. Köszönöm. Tehát operaénekes szeretnél lenni? Igen, mindenképp. Azt hiszem, Alicia is megmondhatja, hogy ez azért nem a legegyszerűbb munka a világon. Vanessa, én már most egy kész operaénekest látok magam előtt. Semmi kétségem e felől. Van néhány dolog, amire jobban figyelnék. Például, amikor koloratúrszopránként a mélyebb regiszterekben énekelsz, akkor úgy tudod jobban kötni a hangokat, ha több szöveggel énekelsz. De csodálatos hangod van, és egy igazi hölgy vagy. Nagyon szépen köszönöm. Erika, csak a kedvemért. Péter és Alicia is használta a koloratúr szót. Sokszor hallottam ma. Mit jelent? Koloratúra? Ez egy igazán leggero szoprán hang. Például, hogy a staccatókat énekelte. Ezeket a hangokat? Aha, az éjkirálynő. Az éjkirálynő. Ezek a gyors hangok is. Leggero. Köszönöm, csak mert a közönségben mindenki tudja, otthon a nézők is tudják, csak nekem nem állt még össze a kép. Köszönöm a türelmet. Köszönjük szépen. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm. Örülök, hogy hallhattunk téged. Már értem, miért volt egy kicsit instabil. A teste miatt. Túl vékony. Igen. Nem lehetett érezni a kiállásán, hogy ez itt a testem, a támasz kevesebb volt. Gyönyörű, köszönöm. Köszönöm.
Nagyon aranyosak vagytok. Tetszik, hogy ennyire támogatjátok egymást. Ez fontos. Hogyan? Jól. Minden a terv szerint alakult? Azért nem minden, de... Miért? Miben lehettél volna jó? Biztosan vannak dolgok, amiket jobban is lehetne csinálni. Úgy gondolom, hogy előtte a próbán is jobban énekeltem. De így is jól érzem magam. Azt hiszem, hogy végül is egészen jó volt. Én eléggé kritikus vagyok, de el tudom ezt fogadni. Ezt már úgysem lehet visszacsinálni. Hogy most mi történik, az már nem számít. Az a számít, mert ezért neveztetek be, de az majd eldől a verseny szabályai szerint. Viszont az, hogy itt vagytok, azt jelenti, hogy mindketten fantasztikusak vagytok. Magyarországon 2014-ben indult útjára a Virtuózok című komoly zenei tehetségkutató műsor. Azóta a műsor számos igazán tehetséges fiatalt fedezett fel és indított útra. Következő versenyzőnk, Abu Zara Amira, 2016-ban a döntőig jutott a versenyben, azóta pedig már a világ számos hangversenytermében fellépett a legnagyobb művészek oldalán. Abu Zahra Amira vagyok. 4 évesen kezdtem el hegedülni, úgyhogy most már több mint 10 éve hegedülök. A hegedűn kívül nagyon szeretek kalandparkba menni, mert én nagyon szeretek csúszni, vagy lógni is, és egyszerűen mászni. Ha anyukánkkal megyünk, akkor ki lehet nevetni, hogy milyen lassan. Igen. A kalandpark az nagyon jó kiegészítés a napi gyakorlás és a teendők után. Nagyon kell nekik a mozgás, nekem is egyébként. Már nem először vagyok most a Virtuózokban. 2016-ban mentünk a Máriam és én mind a ketten együtt, és a középdöntőig jutottunk. És a következő évben pedig én egyedül mentem, és akkor megnyertem a korcsoportomat. Nagy megtiszteltetés, hogy még egyszer bejutottam. Remélem, hogy az én játékomtól nagyon sok gyerek, fiatal kedvet kap majd zenélni és hegedülni. A színpadon Abu Zahra Amira Magyarországról.
Amira, azt hiszem, bár nem vagyok hegedű szakértő, hogy ez fantasztikus. Köszönöm. Erikával nem csak egy nyelvet beszéltek, de nagyon meg is hatotta, ahogy zenéltél. Halljuk Erikát, a magyar zsűritagot. Beszéljétek meg. Hát jó megrikadtál, Amira, de tényleg, mert az, amit itt ma produkáltál, abban az egyszerűen azt föl kéne írni receptre. Tehát az egyszerűen az emberekben felszakítja a legmélyebb bugyrokból a fájdalmat, az örömöt, mindent. Tehát pontosan ez a lényege a zenének. Gabriella, mit fűznél még hozzá ehhez? Annyit mindenképpen, hogy olyan művet választottál, amely nagyszerűen megmutatja a képességeidet. Nagyon pontosan játszol. És van valami titokzatos a személyedben. Egyszerűen nem tudok betelni vele. Csak egy kérdésem lenne, azt írod, hogy 6 nyelven beszélsz, igaz ez? Igen. Melyek ezek a nyelvek? Éltem Németországban, ott is születtem, ezért beszélek németül. Hast du mich schon mal gesehen? Ja. Ja, okay. Magyarul is tudok persze, édesapám egyiptomi, ezért próbálok arabul is beszélni. Aztán ott van az angol, illetve 3 éve tanulok franciául, és olaszul is elkezdtem tanulni. Maxim, én még nem hallottam ezt a művet. Ez egy ismert darab a hegedű művészek körében? Mondhatni, hogy egy mérföldkő minden zenész életében. Ez mindannyiunk számára fontos mű. Ami azt illeti, én is nagyjából olyan koromban játszottam, mint te most. Micsoda kihívás, de milyen nagyszerű eredmény. Olyan szabadon játszol, hibátlan technikával, ami pedig a legfontosabb a zenében. Túl a tökéletes technikán és a nagyszerű kivitelezésen, az szerintem az üzenet maga. A te játékodnak megvan az az egyedisége, amely megkülönböztet téged a többi hegedű művésztől. Benned ez is megvan. Biztos vagyok benne, hogy néhány év múlva még magasabb szintre jutsz. De akkor is fel fogjuk ismerni a játékodat, és ez nagyon fontos. Nagyon bravo, szépen csodás köszönöm. Volt. Nagyon köszönjük mi is. Csak annyit mondhatok, hogy igazán felnézek rád. Nagyon csodállak. Ilyesmit nem szoktam mondani ilyenkorú lányoknak, de nagyon tisztellek. Nagyon jó érzés volt, hogy Miklós Erika meghatódott az előadásomon, de a legjobban az eset, hogy a Maxim Vengerov majd beszélhettem, és hogy meghallgatott, és hogy ilyen jónak találta az előadásomat. Hogy lehet a hegedűn ilyen pianissimót játszani? Ez nem csak technika kérdése, belülről jön. Sok mindent elárul. Itt jön Amira! Szabad ölelkezni, igen. Sőt, inkább kötelező. Muszáj az ölelés. Hölgyeim és uraim, a backstage-ben már egyre nő az izgalom, hiszen eljött a pillanat, amelyet mindannyian vártunk. A zsűri tagjai elmentek, hogy megvitassák a produkciókat, és hogy meghozzák a döntést az egyes országokból tovább jutó versenyzőkről. Velük lesz természetesen Nemanja is, aki online kapcsolódik be, így a döntésben az összes zsűri tag és a szuper zsűri is részt vesz. Szia, Nemanja! Szia! Sziasztok! Hogy érzed magad? Egész jól, bár kicsit betegnek érzem magam, de biztosan hamar rendbe jövök. És mi van a teszttel? Mi lett az eredmény? Úgy tűnik, hogy az eredményem negatív. Maradj is negatív! Pontosan. Az első negatív teszt ellenére a tünetei miatt Nemanját el kellett különíteni a többi résztvevőtől. Ezért így online kapcsolattal vett részt a tanácskozásban. Akkor hát kezdjünk, jó? A zsűritársak sorban mutatták neki a versenyzők fotóit. Beszámoltak neki azokról a produkciókról is, amelyeket nem tudott meghallgatni. Hittem, nagyon megérintett.
Ő is fantasztikus volt. Igen, zseniális. Szerencsére a számára két legfontosabb versenyzőt még meg tudta nézni élőben a stúdióból. Nemanja szerencsére hallotta a szerb versenyzőket. Akkor még velünk volt. Így meg tudta hozni a döntést velünk és a szuperzsűrivel együtt. Összehasonlítanád a két szerb versenyzőt? Nem sok különbség van közöttük. Mind a ketten megérdemelnék a döntőbe jutást. Egyáltalán nem volt könnyű dönteni. Ezért is van itt a szuperzsűri, Maxim Vengerov, hogy segítsen a döntésben. Én már csak annyit mondok, hogy dönts te, Maxim, kijusson tovább. Nem szabad elsietni. A döntést persze hosszú tanácskozás után végül sikerült meghozniuk. Hamarosan kiderül, melyik országból kijutott tovább a döntőbe. A zsűri hamarosan kihirdeti döntését. Addig is érkezzen egy ifjú magyar zenész, aki 11 éves korában a Virtuózók műsorban mutatkozott be, és meg is nyerte korcsoportját. Fogadják szeretettel! Boros Misit!
Most pedig elérkeztünk a Virtuózók V4 Plus műsor legizgalmasabb pillanatához. A zsűri most kihirdeti a döntését. Please welcome. Köszöntsük a színpadon együtt a második elődöntő főszereplőit. Semi-final. Felkérem a mai elődöntő szuper zsűri tagját, Maxim Bengerovot, hogy értékelje a produkciókat, amelyeket ma este hallottunk. Maxim? Először is, nagyon megtisztelő, hogy ilyen csodálatos társaságban lehettem. Új barátok és nagyra becsült kollégák körében. A mai nap igazán különleges volt számomra. Arra emlékeztet, amikor én álltam ott, ahol most így. Jó néhány évvel ezelőtt. Mégis tisztán emlékszem, hogy volt bennem némi félelem és aggodalom azzal kapcsolatban, hogy vajon tovább jutok-e. Hogy vajon elég jó voltam-e? De végső soron jó érzésekkel tekintek vissza ezekre az időkre, és arra, hogy ilyen csodálatos versenyeken vehettem részt. Ez a verseny is lenyűgöző. Nagyszerű lehetőség ez a komoly zene népszerűsítésére és a fiatal tehetségek támogatására. Ti vagytok a jövő. Ezért szívből köszönöm nektek ezt a mai estét. Csak egy kérdés, Maxim. Volt olyan verseny, ahol te is részt vettél, de nem nyerted meg? Szerencsém volt, általában nyertem. De van egy jópofa vicc a hegedűsről, aki New Yorkba megérkezve eltéved, és megszólít valakit. Elnézést, meg tudja mondani, hogyan juthatok el a Carnegie Hallba? Az idegen ránéz a hegedűt szorongató fickóra, és azt mondja, hadd adjak egy jó tanácsot, ne hagyd abba a gyakorlást. Most megkérem Maxim Vengerovot, hogy ossza meg velünk a továbbjutók nevét. A lengyel zsűritaggal, Alicia Vegorzevskával való közös döntésünk eredményeként a lengyel továbbjutó... Még nehezebb volt a döntést meghozni. A versenynek ezt a részét nem szeretem. Ez a munka legnehezebb része. Dávid Siviecki. Nagy tapsot Mácseinek! Nagyszerű voltál! Szeretünk téged! Most halljuk, ki jut tovább a két cseh versenyző közül. Gabriellával, a cseh zsűritaggal közösen úgy döntöttünk, hogy a csehországi továbbjutó... Nem könnyű egy hegedűst egy zongoristával összehasonlítani. Hasonló korúak, mindketten nagyszerű technikával zenélnek. Nagyon nehéz volt választani. A továbbjutó versenyző... Eduard Koller. Eliska, nagyon köszönjük a fantasztikus produkciót. Ha Maxim tart egy kis szünetet, az nem azért van, mert elfelejtette, hogy mit akar mondani, hanem azért, mert valami fontos jön. Ezt Heidi Klumtól tanultad, ugye? Vagy Thomastól. Ha én tartok szünetet, akkor elfelejtettem a szövegemet. Na, ez nem igaz. Ő a drámai hatás miatt csinálja. Együtt kellene szüneteket tartanunk. Rendben. Lássuk, ki jut tovább a két szerb versenyző közül. Szorítsátok egymás kezét. Nemanjával, a szerb zsűritaggal közösen úgy döntöttünk, hogy a szerb továbbjutó, akit viszont látunk a döntőben, nagyon nehéz döntés volt, de dönteni kellett, és sajnos Nemanja nem lehetett itt, mégis vele együtt hoztuk meg a döntést. But we made a decision together.
Két hangszer közül választani. Szaxofon vagy hegedű. Emiatt volt ilyen hosszú ez a mai nap. A továbbjutó Krisztina Vasics. Thank you, Lana. Nagy tapsot Lanának. Most pedig lássuk, ki jut tovább a két magyar versenyző közül. Erikával, a magyar zsűritaggal közös döntésünk az, hogy aki Magyarországot képviseli majd a döntőben, az nem más, mint... Közel állnak hozzám, mint pótanyjuk, virtuóz anyuka, és hát mind a kettő olyan magas színvonalon teljesített, ami egészen rendkívüli. Rendkívül nehéz döntés volt. És hogy ki jut tovább a döntőbe? Abu Zahra Amira. Maja, fantasztikus voltál! Nagyon köszönjük, hogy zenéltél ma nekünk! Ismét a zsűri döntését várjuk. Ki jusson tovább a két szlovák versenyző közül a döntőbe. Péterrel közösen döntöttünk úgy, hogy a szlovák továbbjutó... Mindketten nagyszerűek voltak. Felkészültek és a legjobbat nyújtották. Büszkeséggel tölt el, hogy ilyen tehetségek vannak az országunkban. A két barátnő olyan akár két nővér, de választanunk kellett. A továbbjutó pedig... Asbeta Rehakova. Vanessa, thank you. You were magnificent. Szívből gratulálunk tehát Eduard Kollertnek Csehországból, Asbetának Szlovákiából, Amirának Magyarországról, Davidnak Lengyelországból és Krisztinának Szerbiából. Ti ott lesztek a Virtuózok V4 Plus döntőjében. Ezek a fiatalok megmutatták, hogy ők a klasszikus zene jövője. Mára búcsúzunk, ez volt a Virtuózok V4 Plus második elődöntője. Nézzenek minket jövő héten is. Köszönjük, és viszontlátásra! A viszontlátásra! Svente Maria Matka Boska! 4 és csúszás, és csúszás. Imádtam. Köszönöm szépen. Pomilujte, pospászujte, ale lásku jim neslibujte. Megtiszteltetés. A legnagyobb rajongód vagyok. Yes, please, thank you. Köszönöm. Na még egyet. Na még egyet. Ez az. Yes. A műsor támogatója a MET csoport. A műsor és a tehetségek támogatói. Készült a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.